Kőbánya közbiztonsága mind a polgárok, mind a hivatalos szervezetek figyelmének középpontjában van, és ezért is kíséri kiemelt figyelem a kerület rendőrkapitányának éves beszámolóját a képviselőtestület előtt. Baricska Norbert Tamás alezredes előzőleg benyújtotta 15 oldalas beszámolóját, amely megtalálható a kobanya.hu honlapon, és amelynek néhány fő pontja, hogy az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2020-as évi 2055-ről 2021-ben 1722-re csökkent. A lopások száma betöréses lopásokkal együtt a 2020-as évi 717-ről tavaly 635-re csökkent, ezen belül a személygépkocsi lopások száma 4-ről 2-re mérséklődött, a zárt gépjármű feltörések száma 42-ről 57-re nőtt, a lakásbetörések száma pedig 50-ről 44-re csökkent. A testületi ülésen ott volt dr. Pál Adrián rendőrezredes, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese is. Ehhez a napirendi ponthoz több képviselő is szólása jelentkezett. Kőbánya polgármestere Dékovács Robert Antal megerősítette a testület támogatását. Azt gondolom, hogy ezek a számok meg magukért beszélnek, és ezt köszönjük szépen. Köszönjük a munkát, és a támogatás az a szándék, nem csak szándék, hanem annak megvalósulása is megvan, illetve azt gondolom a kooperáció, amit kapitány említett, az nagyon-nagyon fontos, és ebben azt gondolom, hogy a közkeletfélet, polgárőrség, egyéb társszervek nagyon jó szerepet visztek. A rendvédelmi terület Mustó Géza a polgármester hatáskörébe tartozik, ő a következőket fűzte hozzá a jelentéshez. Azt gondolom, hogy a testület minden tagja nevében mondhatom, hogy az a rendszer, ami a közterületi megbízotti rendszernek az újragondolása és olyan megbízottaknak kinevezése, akik ténylegesen keresnek minket, képviselőket, folyamatosan segíteni akarnak, nem várják, hogy mi keressük őket, hanem ők jelentkeznek rendszeresen. Ez teszi lehetővé azt, hogy egy ilyen eredményes munka is létre tud jönni. Kapitány úrnak külön szeretnék gratulálni, mint területi felelős alpolgármesterként ahhoz a munkához, ami szerintem ez országosan, de fővárosban mindenképpen hangsúlyosan jelenlévő droggal kapcsolatos problémák témaköre. Az a sziszifuszi munka, az a kitartás, az a sokszor mindenféle átok és szitok elviselése, amit a rendőrség emberei kapnak, amikor egy-egy csöndesebb időszak van, mert egy olyan operatív munka zajlik, ami később egy nagyobb akcióra ad lehetőséget, azok lehetővé teszik azt, hogy a kerületből időszakosan kiszorulnak, természetesen illúzió elvárni, hogy teljesen nullára le lehet szorítani, de egyre kisebb létszámban vannak jelen, és egyre kevésbé érzik úgy, hogy Kőbánya bármelyik szegedosztályú számukra alkalmas terület a megélhetésre. Az elmúlt napokban bizottsági meghallgatások zajlódtak itt, ahol szóba került a polgárőrség és a közterület felügyelet munkája is. Mi megköszöntük nekik, hálásan, eredményes munkát végeznek, de talán szerintem fővárosi szinten egyedülálló az az együttműködés, hogy napi szinten milyen komoly segítséget adnak kapitány úr embereinek ennek a két cégnek a képviselői. Meg szeretném kérni kapitány urat, hogy erről néhány gondolatot mondjon. Köszönöm. Kérdésére válaszolva gyakorlatilag el tudom mondani, hogy egy olyan rendszert építettünk föl, amelyben az említett szervezetek ugye vezetői havi rendszerességgel egyeztetnek, és egyébként heti azokban az esetekben, amelyek igénylik, akár napi operatív egyeztetések folynak a kollégáink között. Itt a közterületi létszám növelése, ugye a nagyobb közterületi jelenlét elérése, és azoknak a képviselőhölgyek uraknak, illetve a polgármester uraknak a jelzései alapján bejövő területeknek a visszatérő ellenőrzése, és annak a szegmensének, a közbiztonságának a növelése van állandóan napi rendi ponton. Nyilván vannak itt különben olyan kiemelt objektumok, amik igénylik heti napi rendszerességgel, azonban én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb eredményt az ősvezértér, a sétányok, az iskolák környék és azok a kifejezetten helyi kőbányai közterületeken sikerült elérni, amelyekre egyébként igény is volt. Nyilván ebben az évben további célunk ezeknek az eredményeknek a megtartása és
akár napi operatív szintű egyeztetéssel, ugye a változások nyomon követése. Bakos Bernadett, aki hamarosan az LMP parlamenti képviselőjeként folytatja munkáját, ugyancsak elismeréssel nyugtázta a rendőrség tevékenységét. Én dicséretet szeretnék megfogalmazni, ugyanis láttuk ezeket a látványos diagramokat, és úgy hiszem, hogy az nagy eredmény, hogy 10 év alatt tizedére csökkentek ezek az esetszámok, tehát ez tényleg elképesztő. És ha a kooperációról beszélgetünk, akkor mindenképpen ki kell emelnem a Népliget esetét, hiszen ott nemrég közös bejárást tartottunk. Nagyon-nagyon pozitívnak értékeltem önmagában azt, hogy a rendőrség hajlandó volt körzeti megbízottal, rendőrkapitánnyal eljönni a Népligetbe, találkozni a kertészekkel, találkozni az ott aktív civilekkel, válaszolni a kérdésekre, közös megoldásokat keresni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon pozitív, és pozitívak voltak egyébként a visszajelzések is, úgyhogy bízom benne, hogy ez az együttműködés megmarad, és egy közös célunk, hogy végre kommunikáljuk nagy hanggal, hogy a Népliget az közbiztonságilag egyáltalán nem rosszabb, mint bármelyik budapesti közpark, úgyhogy örülök, hogy ebben a rendőrség is partner, köszönöm szépen a munkájukat. A hozzászólásokban többen is méltatták a körzeti megbízottakat. Elsőként Ács Andrea képviselő. Én konkrétan kiemelném Szabó Balázs körzeti megbízottat, akivel komolyan rendszeres kapcsolatom van, és amióta önkormányzati képviselő vagyok, ő volt a legelső, aki megkeresett, akkor le is ültünk személyesen és beszélgettünk, és ő az, aki minden hónapban felhív, keres, és nagyon kedvesen mindig elmondja, hogy minden hónapban engem egyszer minimum fel fog hívni, akkor is, hogyha nem történik semmi. És ez egy, és én nagyon szeretném neki megköszönni, mert a Covid időszakban ugye akkor nem nagyon, ugye nem sűrűn találkoztunk, de akkor is mindig rendszeresen keresett engem, és bármilyen probléma van Gyárdülő és környékén, akkor én őre valóban számíthatok, és mindig kapok tőle visszajelzést. És az előző évben, meg az azt megelőzőben nem tettem meg, hogy kiemeltem őt, de most mindenféleképpen felírtam, hogy ő egy nagyon-nagyon fontos ember, nagy betűt kell nekem legalábbis, és hogy bármilyen apró cseplő problémának látszó dologgal keresnek engem meg az ott lakók, én mindig őt keresem először. Ebben a beszámolóban, amikor a rendőrség beszámol évente előttünk, mindig el szoktam mondani, és azzal szoktam kezdeni, hogy felhívom mindenkinek a figyelmét, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Kőbánya egy nagyon speciális terület ezen a részen, hiszen itt minden megtalálható. A lakótelepektől a családi házas részig, a hatalmas parkoktól kezdve, a számos játszótéren, az átlagot meghaladó ipari területekig, tehát mindenfajta a rendőri munkához vagy a közbiztonsági munkához kapcsolódó rész képviselteti magát, és hát bizony az itt szolgálóknak otthonosan kell mozogni ezen a területen. Nem egyszerű, nem egy homogén terület. Beszélgetve velük mindig el szokták mondani, hogy úgy érzik, hogy ez egy nagyon jó hely, mert itt rengeteget lehet tanulni, hiszen itt minden fajta dolgot ki tudnak próbálni, és mindig van valami, ami újdonság a számokra is, tehát nem unalmas a munka, hogy finoman fejezem ki magamat, de meg tudnak felelni. Nagyon sok esetben beszélgetünk arról, hogy mekkora létszámot is igényel ez a munka. És ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni a kapitányulat, hogy látja, hogy a jelenleg ugye az állománynak a létszáma, meg az összetétele, tehát hogy a belső összetétele mennyire van ezzel megelégedve, miben szeretne, hogyha fejlődést lehetne elérni a közös cél érdekében, és hát egy időben ugye a fluktuáció is elég magas volt a kapitányságon belül, hogy ezzel most hogy állunk, mert ugye nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy a terepet ismerő, jól ismerő rendőr, az sokkal hatékonyabban tud dolgozni, mint mondjuk, aki nagyon szolgálatkészen, de Miskolcra került föl, és hát térképpel talál egyik helyről a másikra. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanolyan fontos a technikai feltételnek a megléte. Ugye én
többször jártam, hála Isten, nem általában bevittek, hanem magamtól a rendőrségen. Nem éppen úri palota benyomását keltette, tehát vagy ott kívánni valót maga után, az itt dolgozók is el tudtak volna szebb helyeket képzelni. Nyilván ez mindez pénzbe és anyag erőforrásokba kerül. A másik rész is, ebben volt is kooperáció az elmúlt időszakban, irodabútorok és egyéb tekintetben, hogy az ilyen technikai feltételek. A harmadik, ugye, ami kulcskérdés volt, ez pedig a mozgásnak a kérdése, hiszen volt, amikor összesen a jóton két autó volt a kapitányságon, és azzal kellett megoldani ezt. Tehát, hogy az ilyen technikai feltételekkel hogy állunk most, mennyire van a kapitányul megelégedve ezzel a dologgal. Van egy speciális rész, amit mindig beszélnünk kell, hogy Kőbánya nem csak a világ közepe természetesen, hanem Budapesté is, és ezért aztán az a speciális helyzet van, hogy itt boldog és boldogtalan keresztül megy, és sajnos igaz ez a nem jó szándékú emberekre is, hogy nem csak dolgozni járnak be több tízezren naponta, hanem rossz szándékkal is érkezők, és bizony bármerre indulnak el, nagyon hamar el is tudják hagyni ezt a területet, tehát ugye ez egy nagyon speciális ebből a részből. Én a számokból úgy érzékelem, hogy ezen a részen azért sikerült előrelépni. Nyilván ennek van egy olyan része is, amely a prevenció okozza, tehát hogyha, és ez amit még el szeretnék mondani, hogy én azt látom az utóbbi időben, hogy azon a nagyon jó úton megyünk, hogyha látják a rendőrt, hogy kin van az utcán, hogy kin van a lakótelepen, akkor ez egyfajta visszatartó erővel is rendelkezik, úgyhogy én ezt egy nagyon jó iránynak tartom, de tudom, hogy nem egyszerű megszervezni, hiszen ez létszám kell, meg idő kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez biztatnám a kapitányságot, hogy ez így menjen. És ide tartozik az a rész, amit nekem nagyon fontos, ez a körzeti megbízott néven futó dolog. Én azt gondolom, hogy Kőbányán ez nagyon jó bevált. Nyilvánvalóan a felettesek is pontosan tudják, hogy Kőbányán ugye a KMB-s kollégáknak a telefonszáma az nyilvános, tehát föl lehet hívni napközben, meg lehet velük beszélni dolgokat, és ahogy a kapitányon is szokott fogalmazni, nem az a lényeg, hogy az irodába üljenek, hanem az, hogy ki legyenek a területen, és a területen ismerjék meg ők is, hogy éppen mi zajlik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én úgy látom, hogy ez jól működik, de kíváncsi vagyok a kapitányról ezt, hogy hogyan értékeli ezt a tevékenységet. Én végül is azt gondolom, hogy ha mennyiben anyagi erőforrások lennének, érdemes lenne ezt fejleszteni, ezt a tevékenységet. Hát erre kíváncsi vagyok, hogy van-e lehetőség erre mondjuk az elkövetkező időszakban, mert ez egy nagyon pozitív volt. És hát nagyon köszönettel tartozunk, azt hiszem, mert egy covidos időszakon vagyunk túl, és az értékelt időszakban is ugye eléggé meghatározta sajnos ez a vírus a munkafeltételeket. És ez a munkaterület is olyan, amit nem lehet online elvégezni, egy rendőr nem jár összet otthonról az interneten keresztül, tehát itt kint kellett lenni akkor is az utcán, amikor mondjuk nagyon sokan online tudták végezni a munkát, úgyhogy köszönjük szépen ezt a helytállást. Én azt hiszem, hogy ennek az eredménye a mostani beszámoló. Engedjék meg, hogy egy részét én válaszoljam meg a kapitányságvezető úr helyett. Kezdeném a létszám helyzettel, akár a budapesti rendőrfőkapitányság, de Kőbánya vonatkozásában is. Létszámgondokkal a rendőrség nem küzd, tehát sem a budapesti rendőrfőkapitányság, de az látható egyébként, hogy hiány van. Tehát a feltöltöttségünk az nem 100%-os, de egyelőre létszámgondokkal nem küzdünk, illetőleg hát amire büszkék vagyunk, hogy még azt egy 11 percet még mindig tudjuk tartani, amikor a riasztást volt, tehát a bejelentéstől követően 11 perc alatt átlagban a kollégák kiérkeznek a helyszínre. Egyébként kirívó eset az 25 perc szokott lenni, de az nagyon kirívó és általában közlekedési balesetekhez, melyeket önök is említettek, amikor már Budapesten annyi közlekedési baleset van, hogy a specialitás alapján a közlekedési vizsgálók vagy közlekedési helyszínelők nem tudnak időben odaérni.
Én úgy gondolom, hogy a kooperáció, hogy önök fogalmaznak, vagy egy együttműködés lehetővé teszi azt, hogy a polgárőrökkel, közszeletfelügyelettel lefedjék Kőbányát és ezt a területet. És hát a bevezető-kivezető utak problematikája valóban egyik közepe itt a Budapestnek Kőbány, és nagyon gyorsan be lehet jönni és el lehet hagyni. Ezt ugye mi szakzsargonban utazó bűnözőknek hívjuk, akik az agglomerációból vagy esetleg még távolabbról jönnek be. Hát én úgy gondolom, hogy a technikai ellátottságban ez jól látható digitális nyomok, tehát amelyek a kamerák rögzítenek az alapján, illetve nem taglalnám, hogy milyen nyomozati fortélyok vannak, tehát ezeket azért jobban meg tudjuk szűrni. Természetesen ebben a fejleszteni sosem elég, tehát technikai kérdésben a kamerák ellátottsága minél több kellene, hogy legyen. Ugye van nekünk egy projektünk, a szitakötő rendszer, mely elsősorban Budapesten van jelen, mintegy 600 kamerával, de később majd országosan ki lesz ezt terjesztve. Ebben látunk egy nagyfogú jelentőségét annak, amely a mi munkánkat segítené. Technikai ellátottság, illetőleg az épület felújítás az, ha jól tudom, folyamatban van, kehopos pályázat. Összesen 5 objektum van most a budapesti rendőrfőkapitányságon, amelyet felújítunk, az egyik a 11. kerületi rendőrkapitányság, és ha jól tudom, az ügyészség is beleesik. Igen. Valóban az épület az már egy kicsit szanálódott és elhasznált, de hát ugye nálunk 24 órás munka folyik, tehát mindig vannak ott kollégák és mindig dolgoznak. A számítógép park az, én úgy gondolom, hogy elégséges, sőt, már nincsenek olyan problémák, mint 15-20 évvel ezelőtt, és a gépjármű parkunk is egyébként folyamatos fejlesztés alatt állt, folyamatosan szerzi be a kormány, illetve a rendőrség az új gépjárműveket, én úgy gondolom, ezzel probléma nincs. Körzeti megbízottak, valóban nagyfokú előrelépést láthatunk az utóbbi években. A rendőrség vezetése átgondolta magát a körzeti megbízott fogalmát, hogy miként is értékeljük, miként is gondoljuk. Korábban ugye vidéken, amikor egy falu, egy körzeti megbízott vagy két falu ott kiválóan működött, én úgy gondolom, hogy Budapesten is átvették ezt a rendszert, és a körzeti megbízottak valóban azt a munkát végzik el, ami az ő feladatuk. Tehát abban a körzetben, abban a területen ismerik a képviselőtestület tagját, ismerik a lakosokat, ismerik a helyi problémákat, amely nem feltétlenül bűnügyi jellegű, tehát nem mindig tartozik a rendőrségre, de a lakosok meg tudják őt keresni, és ugye ez lenne egy olyan híd a lakosság és a rendőrség között, amelyet én úgy gondolom, hogy még jobban kell erősíteni, és valóban egy nagyon fontos szegmens ez. A körzeti megbízott, amikor leteszi a fegyvert, tehát én szolgálatban, őt akkor is el lehet érni, azért van a mobiltelefonja, és akkor is tud segíteni, tehát egyfajta szolgáltatás nyújt, és szolgáltató jelleget kell, hogy nyújtson. Nem tudom, hogy sikerült minden megválaszolom, és akkor kapitány úr. Igen, köszönöm, és akkor egy-két helyi gondolattal kiegészítve, hogy a polgármester úrnak válaszolva azt mondani, hogy a tavalyi évhez képest abszolút nem csökkent a kőbányai rendőröknek a létszáma, tehát stagnál ezt a tavalyi beszámolom kiegészítőjében is megemlítettem, amit önök is említenek, hogy van egy stabil mag, akik nem csak dolgozni járnak Kőbányára, hanem tényleg van, aki az otthonának érzés, érezhetés, hiszen itt lakik, illetve a második otthonának, és a hivatásának a rendőrséget, tehát ezek a kollégák nagyon nagy segítségünkre vannak. A felújításunkkal kapcsolatban elmondhatom, hogy gyakorlatilag a gépészeti és szépészeti része az megtörtént, kívülről gyakorlatilag teljes egészében a belső eredeti állapot helyreállítása zajlik még, és gyakorlatilag talán Budapesten elsőként készülünk el, hogyha minden jól halad. Nyilván az adminisztrációs útvesztőkben még van egy-két kanyar, úgyhogy a hivatalos átadás az még a későbbiekben lesz az épületnek, de a gyakorlatban a kivitelezés az szinte megtörtént. Amit ezredes úr is említett, technikai eszközök, gépjárművek, számítógépek tükrében abszolút nem szenvedünk hiányt, és az állomány részéről sem érkezett ilyen visszajelzés. Tehát az alapgondolatra visszatérve azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a közbiztonság, a kapitányság létszáma és személyi állománya is stabilnak tekinthető, nyilván nem 100%-ban, de a tavalyi
tavalyi évben is például bizonyos szakterületekre többen érkeztek, mint ahányan távoztak. Tehát én azt gondolom, hogy nem jelent nekünk ez problémát. Sándor tanácsnok is csatlakozott a méltatókhoz. Köbeny a kapitánynak lenne egyszerű feladat. Nyilván minden kapitányságnak megvannak a maga szépségei, de azért két börtön, temetők, pláza, tömegközlekedési csomópont, tehát minden van, mint a bucsúval, ahogy mondani szokták, és nagyon sok rétű a feladat, és kiegészül azzal a heterogén város szerkezettel, mint a polgármester már elmondott, és bár a képviselőtestet több mint 10 éve igyekszük szupportív lenni, a közbiztonságon belül nyilván számunkra kiemelten fontos az állampolgári biztonság érzet, de azt nyilván mi is tudjuk közben, hogy ennél egy nagyságrendekkel összetettebb munka az, ami a rendőrségen folyik. Azt látjuk az idei beszámolóban, és azt érezzük egyébként, én mindenképp azt érzem, amikor a kőbányák között forgolódom, hogy mind a kettő javul. És ehhez én szeretnék őszintén gratulálni a kapitány úrnak is, és a kapitányság minden dolgozójának. Külön köszönöm az őrsvezértér környékén a gyors és határozott intézkedést. És ezt többen elmondták, de én is fontosnak tartom elmondani, hogy a KMB rendszernek az újraszervezés, a szervezetileg is, és amennyire meg tudom ítélni, személyleg is sikeres volt. És azt kell mondjam, hogy az idei év után, tehát hogy én láttam a számokat 15 évvel ezelőtt is, az elképzelhetetlen volt, hogy valaha Kőbányán 2 darab gépjármű feltörést legyen. Ez nekem egy veszőparipám, elnézést kérek attól, aki sokat gyere hajtja, de hát a gyakorló utcai régió önmagában éllovas volt Ösz-Budapesten a gépjármű feltörésekben és az eltulajdonításokban, és az, amit itt most az éves jelentésben láttunk, az egy átlagos szerda délután volt kis túlzással, tehát ezeket a számokat nagyjából a gépjármű lopás tekintetében nagyjából egy hét alatt, a feltörés tekintetében pedig maximum 3 hét alatt tudta volna hozni, csak az a kis szelete a kerületnek. És ez nagyon jó érzés, és tudjuk, hogy nagy összetett, koncentrált munka van mögötte. Egy kicsit én azt érzem, hogy én nyilván laikusként, de ugye már nem látom, hova lehet innen javulni, de ez egy óriási dolog, mert elértünk valamit, amiről nem gondoltuk, hogy egyetlen el lehet számszakilag, és ahonnan nagyon nehéz lesz javulni, ezt majd nekünk magunknak képviselőknek is fejben kell tartani, hogy innen már ennek a fenntartása, vagy innen minden apró javulás az már exponenciálisan növekedő erőfeszítést és koordinációt igényel, egyébként a mi részünkről is. Tehát nyilván, hogyha ebben nekünk is bele kell rakni magunkat, hogyha még előrébb akarunk lépni. Köszönjük a munkájukat, bravo! Dr. Mátrai Gábor Imre, elnök úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület kapitánya. Először is szeretném megköszönni én is a rendőrkapitányság, rendőrség, kőbányai rendőrség munkáját, és tényleg úgy gondolom, hogy a körzeti megbízotti munka, a körzeti megbízotti szolgáltatás az óriásit lépett az elmúlt évekhez képest. Én is szeretném megköszönni az újhegyi körzeti megbízottaknak a munkáját. Erre szeretnék egy javaslatot tenni, vagy nem tudom, hogy önök hogy látják. Talán a lakosság részére kellene egy további tájékoztatást nyújtani a körzeti megbízottak szerepéről, vagy a körzeti megbízott személyéről. Mind velünk, mind képviselők, mind a társaságokkal úgy tudom felvették a kapcsolatot. Javasolnám azt, hogy talán a lépcsőházakban, hogyha az elérhetőségük kint lenne, úgy gondolom talán a szubjektív biztonságérzete még tovább növekedne a lakosságnak. A egyik másik kérdésem pedig az lenne, hogy itt a kiberbiztonság bemutatása kapcsán a korábbi években, nem tudom, ez az unokázós bűncselekmények, ezek mennyire tűntek el a kerület életébe, illetve ez a kiberbiztonság, tehát a úgynevezett PIN kód és egyebek elkérésének a bűncselekmény része, ez mennyire növekedett. Ezen az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig úgy látom, hogy a bűncselekmények száma, hála Istennek, óriási mértékben csökkent. Azonban itt a beszámolóban a szabálysértések száma azonban 13,6%-kal növekedett. Ez Újhegyen is folyamatosan észrevehető, tehát úgy látom, tehát ez az italozós és egyéb szabálysértési bűncselekményeknél ez továbbra is megtalálható. Erről szeretnék, hogyha pár mondatba válaszolna, valamint most itt a háborúból kifolyólag a migrációról milyen egyéb feladatokat telheri meg a rendőrséget, plusz a kárpátaljai ukrán menekültek részéről, illetve továbbra is a egyéb illegális migrációval kapcsolatosan milyen egyéb feladatai vannak itt a rendőrségnek, hogyha van. Köszönöm. Kezdeném akkor migrációval. A orosz-ukrán háború miatt természetesen kaptunk plusz feladatokat, a budapesti rendőrfőkapitányság is. Mind a nyugati, mind a keleti pályaudvaron, mind a bokcsarnoknál jelen vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez még nem leterhelő, illetőleg
visszatérően ellenőrizzük azokat a szálláshelyeket, ahol menekültek kerülnek elszállásolásra, mindazonáltal, hogy se bűncselekményei sértetjeivé, se elkövetőivé váljanak. A másik, az illegális migráció, az természetesen nagyobb terhet Rómára, Budapest rendőrfőkapitányságra, hisz még korábban Bács-Kiskun megye, Győr-Moson, Sopron megye volt, vagy Csongrád család megye volt érintett ebben a kérdésben. Most az M5-ös autópálya miatt elég sok illegális bevándorló fordul most már itt is meg Budapesten, illetve elkövetők is, és természetesen erre azonnal lép a rendőrség. Ez a kerületeket még egyelőre nem érinti, hisz ezt a területét, tehát központi szervek látják ezen feladatok megoldását, mind a nyomozást, mind az elfogást. A unokás bűncselekmények kapcsán 2018-ban 1300 körül volt Budapesten a unokás bűncselekmények száma, a tavalyi évben ez 180-ra redukálódott. Idén az elmúlt három hónapban nem kaptunk bejelentést unokás bűncselekményekről, sikerült az utolsó 90. elkövetőt is elfogni kint az Egyesült Királyságban, illetve Írországban. Ez azért tudom olyan pontosan, mert magát a nyomozócsoportot azt én irányítottam. Azt kell látni, hogy korábban Kőbányára is előszeretettel jártak, nem csak Budára, ahol egyébként módosabb polgárok vannak. Négy bűnszervezetet sikerült az elmúlt években a nyomozócsoportnak felszámolnia, és ez 90 elkövetőt jelent. Ebben vannak szervezők, futárok, akik csak a pénzt átvették, de jelen pillanatban kijelenthetem azt bátran, hogy az elmúlt három hónapban nem volt ilyen jellegű bűncselekmény, tehát ha azt nézzük, sikerült felszámolnunk, és azok, akik egyébként ezt korábban itt szervezték, majd az Egyesült Királyságban, illetve Írországban menekültek, mind a négy bűnszervezet vezetői, azokat sikerült a angol hatóságokkal együtt elfogni, hazahozni, és jelenleg az igazságszolgáltatásban várják a büntetésüket. Kiemelem, hogy bűnszervezetben vannak, tehát ez dupla büntetési tételt jelent nekik. Én ugye a kérdésekre a legjobb helyre futottak be, ezzel is úr említette, hogy ő vezette ezeket a nyomozó csoportokat. És visszatérve a helyre, azt hiszem, hogy a szabálysértések kérdésköre maradt még Újhegy, illetve Kőbányával kapcsolatban. De tavalyi évben ne felejtsük el, hogy még, ahogy a polgármester úr is említette, Covid időszak volt, és ugye a Covid-dal kapcsolatos szabályok módosítása okán is ugye megnövekedett száma volt a szabálysértéseknek. Én azt gondolom, hogy azért ez a kisebbik része, a nagyobbik része az annak a már korábban említett és bevezetett közterületi fokozott jelenlétnek köszönhető, amely nem csak a mi szabálysértéseinknek a számát, hanem én úgy tudom, hogy az itt többször bemutatott közterületfelügyeleti intézkedési számokat is megnövelte, mert mivel ezeken a területen ugye a rendet minél fokozottabban szeretnénk fenntartani, ezért több intézkedést is van maga után, és én azt gondolom, hogy ezek az elkövetett szabálysértési számok többnyire ezeknek köszönhetően minimálisan a közlekedési szabálysértések is nőttek az elmúlt évekhez képest, de hát azért azt se felejtsük el, hogy a forgalom is már a tavalyi év második felében elég erőteljesen megnőtt, már visszaállt a Covid előtti időszakra. Tehát, hogyha a szabálysértéseket tekintjük, akkor azt gondolom, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a Covid időszakot, illetve az azzal járó intézkedéseket, amelyek azért minimálisra csökkentették a számokat. Saját példámból indulok ki, akkor a kezdeti munkába érkezési 15 percem az most már beállt a normál 35 percre, tehát érezzük a közlekedésen. Kovács Róbert, tanácsnok úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én szeretnék csatlakozni Ács Andrea képviselőasszonyhoz, és én szeretném megköszönni a 12-esben dolgozó Faderita törzászlósai, jól emlékszem, nem akarom utasságot mondani, munkáját, és kérem ezt tolmácsolni. Hasonló módon ő is rendszeresen keres, és érdeklődik. A számokból is látszik, hogy nem tudok neki súlyos dolgokról beszámolni, hál' Istennek, apróságokról csak, de minden hónapban értekezünk ezzel kapcsolatban, legalább online, és a dolog így fotón működik. Egy dolog szeretném felhívni a figyelmet, a Vennyigáj utcai börtönkomplexumnál az utóbbi éve úgy tűnik nekünk, úgy veszük észre, hogy ismét, mint a növekedésnek indulna az a tendencia, a jelenség ismét erősödne, ami korábban sok problémát okozott. Nem éri el nyilván azt a régi szép időknek a szintjét, amikor gyakorlatilag gyilkosság is történt a jelenségből kifolyólag, de erősödni látszik a tevékenység. Úgyhogy ezt kérem, ezt esetleg a jövőben egy picit ismét a régi gyakorlatok megfelelően vizsgálni. Köszönöm szépen.
Engedjék meg nekem, hogy felolvassam Moldova György Bűn az élet című könyvéből az egyik kedvenc idézetemet, amely úgy szól, hogy eszembe jutott egy régi újságcikk, egy idegenbe vetődött férfi kereste elfelejtett gyermekkori lakhelyét, csak arra emlékezett, hogy kórház, gyár, temető, börtön, kaszárnya és nagy réteg terültek el a házuk közelében. Az újságíró egyből rájött, hogy ez a környezet csak kőbánya lehet. Kapitány úrnak szeretnék gratulálni, nagyon elismerésre méltóak az eredmények. Én is szeretném megdicsérni az én körzetemben Balázs György körzeti megbízottnak a munkáját, és úgy általában őt. Egyetlen egy kérésem lenne a saját körzetemmel kapcsolatban természetesen. Korábban is beszéltünk már róla, de úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni, hogy az én körzetemben a legérzékenyebb pont az a Pongrácz Park. Ott sajnos, pláne, hogy jön a jó idő, ismét elindult a esténként, tehát az esti órákban ilyen 6-7 környékén az italozás. Pontosabban valószínűleg korábban elkezdődik az italozás, csak akkora éri el azt a fokozatot, amikor már problémát is okoz a dolog. Ha jól tudom, 2 hete volt is valamiféle verekedés ott azon a részen. Úgyhogy ismét arra szeretném kérni kapitány urat, hogy lehetőségekhez képest ezt a részt, ezt legyenek kedvesek, erős vagy erősebb figyelemmel kezelni. Köszönöm szépen. Különböző szinten, de évek óta kritikus térség Kőbányán a Hős utcai lakótömb körüli Mustó Géza kitért erre is. Kihasználván a lehetőséget, hogy főkapitány úr bűnügyi helyettese a körünkben van, kimondok egy szót, ami ma nem hangzott el, de ennek a nagyon színes összetételű önkormányzati testületnek minden egyes tagjának a mindennapi életében ott van. Kinek jobban, kinek kevésbé. És ebben szeretném a segítségét kérni főkapitány helyettes úrnak, ezt Hős utcának hívják. Kőbányát azzal vádolni, hogy nem lennénk szociálisan érzékenyek, 8 hajléktalan ellátó pontunk van, azt gondolom, hogy finoman szólva is meredek. Mi igen szociálisan érzékenyek vagyunk, de politikai palettától függetlenül a bűnnel és a bűnnel összefüggő devianciával szemben semmilyen elnézés nincs bennünk. Az elmúlt években egy nagyon-nagyon-nagyon kemény munka folyt Gyetvai Tibor vezetésével, ezt a kemény munkát átvette Baricska kapitány úr, polgármester úr, az én területemet korábban Radványi Gábor, a polgármester kollégám vitte, és nagyon szép, látványos eredményt értek el ott. Ott beragadt valami, mestélyesen szólva. Az önkormányzata rábízott munkát elvégezte, ám sajnos a bűn az elkezdett visszaszivárogni. Tegnap előtt fogadóórát tartottam, és nagyon kellemetlenül éreztem magam, hogy minden egyes választópolgárnál felmerült, hogy mellesleg a Hős utca. Na de mi lesz vele? Mikor oldódik már meg? Dőljön el valamerre. Tudom, hogy nem önhöz tartozik, ezért egy hangos kérésként szerettem volna a mai találkozónkat ezzel zárni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Főkapitány úr felé tolmácsolni fogom természetesen ezt a kérést is, illetve a képviselő hölgyek, urak, a kapitány úrnak egyéb más kérést is eljutattak. Hős, szóval az önmagában egy fogalom, valóban nagyon sok erőfeszítésünk volt önökkel, társszervekkel. Egyetértek abban, hogy ezt a munkát nem lehet abba hagyni. Természetesen az ott lakók lakhatását azt nem a rendőrség fogja tudni megoldani, de természetesen mi mindenben nyitottak vagyunk a kooperációra, hogy együttműködjünk önökkel, és ő ezt a területet egyébként, ha szabad így fogalmaznom, akkor élhetővé tegyük. Nem megtisztítsuk, hanem élhetővé tegyük. Tehát a kettő között óriási különbség van, úgyhogy a készenléti rendőrség, TEK, illetve honvédség között van ez a dolog. Személy szerint én már többször jártam ott ilyen-olyan ügyekből kifolyólag, amelyet most nem részleteznék. Életellenes cselekmények és egyéb más unokázós csalót fogtunk ott el egyébként. De természetesen megértettem a kérést, és főkapitány úr felé tolmácsolom. Köszönöm szépen. Ezek után a képviselőtestület arról szavazott, hogy elfogadja-e a 2022-es rendőrségi beszámolót. 16 igen, 1 hang szavazattal fogadta el a képviselőtestület a beszámolót. Köszönöm.